Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjönök is Warframe fegyverezgetés. Beszélgessünk a fegyverekről, beszélgessünk fegyvermodolásról, beszélgessünk a sebzésfajtákról, és beszélgessünk a legnagyobb kérdésről, gondolom, amit a leginkább foglalkoztat titeket. Melyik lehet az a legjobb sebzésfajta, amit a Warframe belül el lehet érni, és mindenki ellen jó, és maga az Isten sebzés. Nos, egy kicsit féltem őszintén legyek, hogy elkészítsen a videót. Egyrészt azért olyan, többségben olyan fegyvereim vannak, amik ilyen event fegyverek, és lassacskán térnek csak vissza, másrésztről pedig, vagy már kivették a játékból, de most, hogy azért már gyűjtöttem egy-két olyan fegyvert, mert mindenkinek meg lehet, így lehet róla beszélni, másrésztről azért, mert a fegyver modolás, mint ahogy igazából Warframe belül mindenféle modolás, az gyakorlatilag egy viszonylag személyes dolog, ezért is felhívom a figyelmeteket, hogy ez a videó nem egy objektív dolog. Tehát ez, ahogy én látom a dolgokat, ez egy személyes felépítés, ahogy már lassan 1000 órához közelítve a Warframe-hez észrevettem a dolgokat és tapasztaltam a dolgokat. Ez egy olyan fajta videó lesz, mert a fegyvermodolás, mint ahogy a Warframe modolás, vagy minden modolás a Warframe belül egy viszonylagos személyes dolog, és mindenki úgy modolja, ahogy szeretnét is. Itt ez a lényeg, hogy mindenki lenyugodjon ába, a Warframe-en belül mindenki úgy modol, ahogy maga szeretne. Nem kötelező senkire hallgatni, mert senki nem profi ebben a játékban. Na most. A másik dolog pedig, hogy egy nagy probléma van a Warframe világán belül, és ez a nerfmánia. Mert sajnos vannak hülye gyerekek, akik nem képesek játszani rendesen a Warframe-mel, és ha valamit OP-nak találnak egy másik társuk kezébe, akkor azt azonnal le kell nerfölni. És ugye a Warframe fórum szekciójában beírott, hogy nerf, annyi hülyeséget írnak az emberek, hogy az már katasztrófa. És ugye mivel a Digital Extreme hallgat a közösségre, és szeretne egy jó játékot hozni, ezáltal nagyon sok mindent elrontanak ebben a játékban sajnos. Azért, mert több hülye van, mint jó játékos, és köztük én magam is hülye vagyok, szóval nem arról van szó, hogy mekkora pró vagyok, vagy ilyesmi, de például nagyon sok fegyvert, vagy Warframe-et nerföltek le azért, mert idióták ezt kérték. Meg, Mesa, nem tudom. És egy csomó másik fegyver igazából, ami kijött. Szóval a legnagyobb probléma Warframe-mel az, hogy kijön egy fegyver, nagyon faszás az egész, jól hat, beletolsz 4-5 formát, érted? Tehát kiteszed a lelket, hogy még jobb fegyvert csinálj, jobb a fegyver, az 2 hét után lenörfölik. Úgyhogy az első javaslat, ha van egy új fegyvered, ami nem réginek számít a Warframe világán belül, akkor várjál, várj vele egy 2 hetet, ha egy új fegyver, nézd meg, hogy hova nörfölik, és utána döntsd el, hogy érdemes egyáltalán formákat belerakni, hogy az egy olyan fegyver, ami érdemes építeni. De ettől függetlenül vannak a Warframe belül nagyon jó fegyverek, és erről is fogunk beszélgetni, hogy mi ez, ami jó fegyvernek számít talán, és lehet vele jól kijönni, és egy kicsit megtanulunk matekozni, akkor már Warframe belül hogyan számoljunk a fegyverekkel, sebzéseikkel, és mi mit jelent a sebzéseken belül. A másik lényeg pedig ennyi. A másik dolog pedig, akkor most foglalkozzunk egy kicsit a sebzésfajtákkal, és hogy milyen sebzéssel lehet mit elérni, és mi lehet az a sebzés, ami általánosan jó, utána pedig rátérünk arra, hogy hogyan matekozzuk ki egy kicsit ezeket a dolgokat, és szerintem itt lesz az izgalmas része a Warframe-nak, és azoknak, akik pedig az egyszerűséget keresik, akkor azok most figyeljenek, mert akkor beszélgetünk egy kicsit az általánosan jó sebzésről is, és akkor nem kell túl bonyolítani a dolgokat, de azoknak, akik egy kicsit mélyebben szeretnének belemélyedni, akkor azoknak talán tudok segíteni azzal, hogy valami jobbat elérni, hülyeség, tehát egy személyes dolgok. Tehát az észrevételeim nekem beváltak, és majd meglátjuk, hogy aki szeretné alkalmazni, az alkalmaz, aki nem, pedig nem. Na, sebzésfajták, fizikai sebzés, elemi sebzés és kombinált elemi sebzés. Nevezzük így, tehát minden megpróbálunk magyarra lefordítani. Van impact, ami maradjuk meg az eredeti nevén, lehet impact, tehát magyarul ilyen ütőerő, vagy nem tudom minek fordítani. Impact, puncture, slash, ugye? Ezek a fajták vannak, amik fizikailag hatnak az ellenfelekre. Természetesen mindegyik ellenfélre valamelyik másik sebzés jobban hat. Az itt a probléma. És emellett vannak elemi sebzések, amely természetesen mindegyik másik ellenféle másképp hat. Ez a probléma.
megint csak ugye van hideg, elektromos tűz és toxikus. Mindemellett vannak a kombinált elemi sebzések, a blast, ami ilyen robbanás, a korrozív, ami rozsdásodás, a gáz, ugye elég egyértelmű, magnetikus és radiation. Radiation az, hogy mondják ezt magyarul? Radiation, értitek? A viral az pedig az életre hat, tehát ilyen életre ható sebzés. Mindegyik ellenfélre mindig másképp hat. Ez a vicces. Na most ugye hát, akkor hogyan kombinálja az emberecske, és mi az, amivel a legjobban járhatna az ember, ugye? És mire érdemes húzni a fegyvereket? Na most a legtöbb fegyver Warframe belül slash damage-re alapoz, ezért egy általános szabály talán Warframe-en belül az, hogy arra húzod a fegyvert, amire gyakorlatilag a legnagyobb adata. Tehát ha a slash damage a legnagyobb adat, akkor slash damage-re húzod. Ha puncture damage a legnagyobb adat, puncture damage-re húzod. Ha impact, akkor impact. Tehát mindig azt erősíted, ami az erősebb eleve. Na most. A másik dolog lényege pedig. Mi lenne az a kombinált elemi sebzést, amit lehet vinni gyakorlatilag? Vagy mi az az elsődlegesen? Mi az az elemi sebzés, ami általánosan hatékony mindenre, azt hiszem. Erre azt mondanám, hogy a tűz talán az, mert alapvetően az úgy nagyjából hat mindenkire, igazából. Szóval a tűzzel úgy el lehet lenni, főleg azért, mert hat a húsra, és hat a ferrit armorra is, és egész jól el van a... Ugye, tehát ha húsról beszélünk, akkor a grinireknél hatékony lesz, az infestednél is hatékony lesz. És emiatt a tűz talán az egyik legjobb alap elemi sebzés, amit el lehet vinni. De ami a legfontosabb, hogy mi az a kombinált elemi sebzés, mert azoknál van azt hiszem az igazi ütőkártya. És most jön egy olyan dolog, ami elsősorban egyben nagy ökörség, a másodszorban pedig van értelme, tehát makes sense. Tehát valahogy van értelme. Ökörség is, de mégis van értelme az egésznek. Melyek lennének azok a kombinált elemi sebzések, amelyek általánosan véve a Warframe világán belül hatékonyak tudnak lenni. A jelenlegi Warframe világán belül, mert a Warframe azért folyamatosan változik. Erre azt mondanám, hogy a legjobb kombináció a Blast és a korrozív. A blastet elérni a heat és a coldból lehet, a korrozívot elérni electricity és toxinból lehet. Hogy miért ezt a kettőt választottam? Egyrészt a blast damage-nek a trükkje, hogyha nem is hatékony az adott ellenfél ellen, de mivel hogy egy robbanási erőt ér el, így elesnek az ellenfelek, tehát egy alapvetően megszűnik az, hogy rád lőnek, ami nem egy rossz dolog. És a korrozív pedig alapvetően összesítve hatékony a Greenir ellen, hatékony az infeste, a Voidban a Corrupted ellen leszámítva a bombereket, és a crewmeneket, és általánosan el lehet mondani, hogy hatékony az infested ellen. És szóval, ugye hányan vannak a Warframe világán belül jelenleg? Van Greenir, van Infested, van Corpus, és van a Void, van a Corrupted. Szóval négyből háromra általánosan véve hatékony a korrozív damage. A probléma ott van, hogy a Corpus ellen viszed, akkor egy 50%-os izét kapsz, büntetőt rá gyakorlatilag, mivel shieldjük van és életük, szóval nem fogsz nagymértékben sebezni rá, de mivel ugye legtöbbször úgyis ezen a három környezeten mozgunk, tehát legkevésbé a korpuszon, általában legalábbis én, ezért a korrozív és a blast tűnt a leglogikusabb választásnak általánosan véve. És egy jó pár fegyverem gyakorlatilag úgy is van húzva. Na most, a Warframe egy kis matekozásból áll, azért természetesen, úgyhogy foglalkozunk arról, hogy hogyan tervezzük meg a játékunkat. Mert hogyha nagyon általánosan azért minden helyen, minden játékban egy Survivorről, egy Defense-ről van szó, vagy egy magasabb szintű Spyro, vagy valamiről, tudjuk, hogy nem nagyon leszünk bent többet abban a játékban, hogy 15-20 percnél. És 15-20 percig minden játékmódban az adott sebzést fajtája, mondjuk, hogyha a Greenir ellen mész, korrozív blastet viszel, akkor tudod, hogy
15-20 percig gond nélkül el vagy, hogyha korpusz ellen mész, akkor viszel egy magnetikus és gázt, és tudod, hogy tökéletesen el leszel 15-20 percig. De van itt még másik két sebzésfajta is, amit úgy hívnak, hogy radiation és viral. És ez a két sebzésfajtára lehet elmondani azt, hogy a trükkösek, a trükkös sebzésfajták. Mert blaszkorrozív gázmagneték adott fegyveredet van ABC fajta ugye modolási helyed, egyiket kihúzod blastre, korrozívra, másikat értem szerint gázmagnetikusra, a harmadikat kihúzhatod radiation viral kombóra. Úgyhogy de mégis mi az Istennek van ott ez a radiation viral, és azt hiszem ez a dolognak az igazi lényege valahol, hogy itt jön már szóba a tervezés, hogy tegyük fel, ott vagy egy Survivor-on, és egy órára tervezel, tegyük fel, ott vagy egy akármilyen Defense-en, és egy 40-50 évet tervezel, és tudod, hogy Warframe-ben minél több időt telik el egy adott játékban, annál erősebb és keményebb ellenfelek jönnek, és ez által változik a rájuk ható sebzés is. És a Radiation Viral gyakorlatilag itt jön valahol képbe, hogy azoknak, akik komolyabban és mélyebben több ideig szeretnének benne lenni egy játékba, akkor ő nekik többnyire, például gondolok itt egy Void 40 perc fölötti Survivorre, gondolok itt egy nem tudom, egy korpusz sok elleni Survivorre, vagy sok körös defense-re, ott a radiation és a viral damage-nek sokkal nagyobb szerepe van, mint egy corrosive blast damage-nek. Vagy egy gázmagnetikus damage-nek. Mert ahol már elkezdenek, egy idő után elkezd elhalni a blast és a korrózív, a gáz és a magnetik, illetve nem az lesz a lényeg, hogy korrózív és blast damage-ed legyen, hanem egy olyan damage-et vigyél magaddal, ami hatékony például az a bombard ellen, vagy az a Eximus ellen, vagy az a adott armor, vagy shield, vagy adott armor ellen, és az ellen például az alloy armor ellen, ami a bombardnak van, az ellen a radiation damage a hatékony. És az adott hús ellen, ami szintén van a bombardban is, az ellen a viral damage hatékony. 75%-os bónusszal. Az nagyon sok. És akkor azon a szinten, hidd el, hogy már azzal kell törődjél, hogy a bombardot lőd le előbb, nem a kis körülötte cirkázó butchermeneket, mert azoknak tök mindegy már, mert a fegyveren alapból lesz olyan erős, hogy a kisebb szintű, vagy tök mindegy, a százas szintű butchermant is ugyanúgy elintézi a sima fegyvered, de a bombardnál a corrosive blast például, vagy a Eximusnál is, a gázmagnetik már édes kevés lesz. Gyakorlatilag. És gyakorlatilag például ott már azt mondom, hogy egy Radiation Viral-nak sokkal több haszna van, mert célzottan fogsz menni az adott ellenfelekre, célzottan fogsz menni már ott a Bombardra, célzottan mész már a Heavy Gunnerre, és célzottan mész már az Ancient Healerre, például, hogyha egy Voidban vagy, és először lövöd ki őket, és a többi addigra egy óránál hidd el, hogy nem fog zavarni már, mert alapvetően a fegyvered kimondolva már annyira jó lesz, hogy gyakorlatilag a kisebbnek számító ellenfeleket azonnal elintézni, és a lényeg már ott lesz, hogy az erősebbeket elintéz. Itt jön a csavar ugye a Warframe-ben, a tervezés. Mert korrozív blast damage-je kibírod 40 percig, de hogyha igazán tolni akarod magad, és igazán meg akarod tapasztalni, hogy a Warframe kihívását, és azt az adrenalint, ami a Warframe-ben van, akkor egyes játékokban több ideig kell bent lenned, mint 20-30-40 perc. És akkor válik igazán izgalmas a játék, és onnantól válik igazán jóvá a modolás maga is, mert most az emberek behúzogatnak modokat a fegyverekbe, a warframe-okba, és eldöntik, hogy ez jó lesz, de nagyon sokan mernek elmenni tovább egy óra felé, vagy egy óra után, és nagyon kevesen csinálnak olyan mod technikákat, amikkel ezt el lehet érni, hogy el lehessen oda menni, és ott már egy kicsit gondolkodni kell, hogy a fegyvereknek jobb, ütősebb ereje van. Na most nagyon nagy segítség, hogy melyik ellenfél mire érzékeny, ha megcsinálod a Helios nevű Sentinelt,
berakod azt a Helios nevű Sentinelt, veszel úgynevezett kódex szkennereket a marketben, és ez a Helios Sentinel más nem csinál, mint leszkenneli az ellenfeleket. A kódex szkennereket berakod a gírben, az automatikusan rárakja a Heliusra, és a Heliusszal, miközben járod a bolygókat, az lefényképezi neked az ellenfeleket. Egyes ellenfeleket többször kell lefényképezni, de azzal, hogy lefényképezed, akkor bekerülnek a kódexedben az enemies csoportba, bekerül oda róluk egy kis fénykép, és arról, hogy ők milyen sebzésfajtára érzékenyek. Na, és mint elmondtam, nagy számban nem kell annyira foglalkozni ilyen sebzés, olyan sebzés. Tud, hogy Blast Corrosive, Grineer, Corpus Gázmagnetik, és mit tudom én, Corrosive Damage pedig az Infested ellen. Tehát ezt tudod, boldog vagy, happy vagy, 80%-ban el is vagy a Warframe világában, és többet nem is kell tudjál a sebzésekről kb. De amikor már benne leszel, és igazán ki akarod tolni az erődet, és megnézni, mit tud az a Warframe, mit tud az a Warframe modolás, amit éppen kitaláltál, akkor ott már gondolod kell a fegyveredre is. Hogy az olyan legyen, mert a Warframe fegyver kombináció hozza meg az erőt gyakorlatilag, és azoknak a modolása. Na most, a következő részben rá fogunk, azt hiszem, itt elmondtam mindent, ami ilyen alapvetően érdemes tudni talán az elemi sebzésekből. Mint mondtam, ez egy személyes vélemény, személyes meglátással, és mindenki ezt úgy intézi, hogy maga jónak látja. És valószínűleg lehet, sokan írjátok, hogy ökörség, amit beszélek, valaki azt fogja írni, hogy logikus, amit beszélek, és valaki pártatlan lesz ebben. Warframe egy nagyon személyes világ ebből a szempontból. A következő dolog, amiről fogunk beszélni, mint mondtam, fegyverekhez is, és warframe-ekhez is vannak általános modok, amik jó, ha benne vannak a fegyverekben, úgyhogy most jöjjön egy kis fegyvermodolás, és hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy melyek azok az általános modok, amiket érdemes mindig beletenni a fegyverbe, vagy érdemes rájuk gondolni, hogy mindig ott legyenek azokban a bizonyos fegyverekben. Továbbá beszélgetünk a kritikus chance-ről, a critical multiplier-ről, és a status chance-ről is megpróbálom letisztultan elmagyarázni, hogy ezek a fajta dolgok mire jók, és miért kell rájuk figyelni. Na most akkor jöjjön az a bizonyos második rész. Nos, üdvözöllek akkor itt a második részben. Ki is választottam egy fegyvert, Soma Prime, az többnyire mindenkinek elérhető lesz egy adott idő után. Valószínűleg, hogyha elég kitartóan farmoljátok a Voidban, és akkor most rá fogunk térni arra, hogy hogyan upgrade-eljünk egy fegyvert, és mik azok az általános módok talán, amit érdemes berakni. Szerintem többfajta fegyvert is fogok megmutatni, hogy legyen egy ilyen nagyobb átfogó képetek arról, hogy mégis mit, hogyan és mi a francot kelljen vele művelni. Na most akkor. Egy olyan jön a Soma Prime, az egy többnyire általános fegyver, és egy pár, itt olyan 2-300 óra után, talán az első 50 órában is ki lehet farmani, ha elég kitartó vagy. És azt kell, hogy mondjam, a játék, tehát a Warframe világának egyik legjobb fegyvere, tehát top 10-ben mindenképpen benne van. Na most. Rámegyünk az upgrade-re. Kiválasztunk, van másik konfiguráció. Jó, Remover. Na most. Amit látjátok, én már ebben raktam kettő formát azért, hogy jobban ki tudjam buildelni, és mint mondtam, azért szoktak lenni általános modok, melyek a fegyverekbe érdemes belerakni, és ez egy ilyen mod természetesen alapvetően az a Serration. A következő mód, amit én általában mindig bele szoktam tenni, az a Split Chamber, ez úgynevezett 90% multishotot ad, ez annyit takar, hogy mármint egy golyó helyett kettőt lő ki, de a tárban csak egynek számolja el, valahogy így lehetne lefordítani. Na most aztán vannak természetesen benne újabb modok is, tehát mondhatni, hogy ezek a nyers erőmodok, amint láthatjátok, tehát itt 5-9-re fölment 5-3-tól 23-ra a Puncture és a Slash, 29-re a 26-ra, amint. Hogyha azért megnézzük, azért a Puncture és a Slash damage-e, ami nagyon jó a Soma Prime-nak, az azt jelenti, hogy azért elég hatékony húsra, és elég hatékony lesz páncélra is, hogyha minden igaz. Na most, van itt még egy ilyen mód, ami
úgynevezett heavy caliber, nem is tudom, hogy beleraktam az a konfigba. Igen. Van itt ez a mod, aminek az a neve, hogy heavy caliber, ez ugye plusz 135% damage-et ad, minusz 45% accuracy van. Ezt is mondhatni egyféle általános módnak, amit érdemes belerakni, hogy nyersen növelje az erejét annak az adott fegyvernek. A probléma, ha bár, ott lesz, hogy ha bár megnöveli az erejét a dolgoknak, tehát megnöveli, még ráad arra a bizonyos erőre, a probléma az lesz, hogy ezt az úgynevezett accuracy-t leveszi. Na de viszont azt tudjuk, tehát ugye már leveszi az 45% az accuracy-t egy I-nál, ez például eléggé nagy veszteség, de egy ilyen precíz fegyvernek számító Soma Prime-nál, mivel rájössz, hogy gépfegyvere egyenesen lő, nincs golyóejtésre a játékba, rájössz, hogy a heavy caliber igazából nagyon mindegy, hogy most 16 vagy 100%, teljesen mindegy, hogy mennyire pontos az accuracy, lehet, hogy egy-két golyót mellélősz, de azt a split chamberrel tudod kompenzálni, ezért inkább legyen egy kicsit több erő. Tehát erre a három módra mondhatnám azt, hogy alapvetően megteszi, hogy benne legyenek, de hogyha az accuracy az adott fegyvernek nagyon rossz, mondjuk 28 helyett ugye 16 lesz, hogyha mondjuk 28-nál rosszabb az accuracy a fegyvernek, akkor heavy calibert már nem igazán érdemes belerakni, de Soma Prime esetében erről nem beszéltünk. Tehát létrehoztuk az három alapvető erőmódot, ami impact és puncture és slash-re is gyúr, de leginkább ugye puncture és slash-re fogunk gyúrni. Na most, vannak itt még természetesen más olyan modok, amikkel lehet erősíteni a nyerselőt, mint például itt ez a piercing hit, itt van ez a Swathus clip, ezekkel mind rá lehet erősíteni arra bizonyos damage-re még, de ugye emellett szeretnénk elérni valami elementál sebzést is, úgyhogy ilyenkor azért érdemes berakni valami fajta elementál sebzést, függ, hogy éppen ki ellen fogunk menni, éppen most egy ilyen blessed damage-et csináltam, de ha akarunk, akkor csinálunk egy magnetikot, éppen ki és mi ellen fogunk menni. Többféleképpen lehet modolni a Soma Prime-ot, amit láthatjátok. Tehát kihúzhatunk kicsit több nyers erőt rá, és utána belerakunk egy bizonyos wire-ra, például most viral damage-et, egy bizonyos fajta elemental damage-et, és itt jön még egy másik lényeg, például ennek a fegyvernek magas a kritikus esélye. A kritikus esély az az, hogyha lősz vele, hány százalék esélyed van arra, hogy egy kritikus lövést tudjál bevinni. 30%, amit lehet, hogy 30% magasnak számít a Warframe világába, és van itt egy ilyen mód, hogy Point Strike 150%-os critical chance-t ad. Ezt berakjuk és megnöveljük 75%-ra. Ez azt jelenti, hogy minden Isten verte golyó, amit kilő ez a 200-es tárjából kritikus lövés lesz. Gondoljatok végig, egy egész magas puncture damage is másodpercenként, nem tudom hány golyó kilövése, és egész magas slash damage is, plusz még egy virál damage, és ez mind kritikussal üti meg, amit felszoroz egy háromszoros szorzóval, ez a fegyver verhetetlen lesz szintúgy. Na most, ez, mint mondtam, a fegyvermodolás egy személyes dolog, ez egyfajta modolása az egésznek. Még nem magyaráztam arról, hogy mit jelent, ugye a critical chance, mint mondtam, az azt jelenti, hogy hány százalék esély van arra, hogy egy kritikus esélyt fogsz bevinni abba bizonyos lövésbe. 30% nagyon soknak számít. Ha belegondoltok, milyen közel van az 50-hez, tehát kb. Mondjuk minden 30 golyó képes a Soma Prime-ból egy kritikusat sebezni. A critical multiplier az az, hogy hányszorosan fogja felszorozni azt a bizonyos kritikus sebzést, tehát 30% mondjuk ütsz és 10-es kritikus sebzés, szorozva 3 az 30-at fog már érni, szóval gyakorlatilag. És itt van az úgynevezett status chance, status esély, ez azt jelenti, hogy hány százalék esély van arra, hogy az adott elementál sebzés, vagy az adott fizikai sebzés, mint a slash, puncture, vagy impact, hány százalék eséllyel fog valójában beütni, és egy maradandó sebzést okozni az ellenfélen pár másodpercig. Ennek az esélye. Na most, a Soma Prime a 10%, azt mondom, hogy 15% fölött egy fegyvert érdemes, úgy gondolom én, ez egy személyes véleménye, 15% kritikus esély fölött egy fegyvert érdemes buildelni kritikus chance-re. Másfél százalékos, azt mondom nem, én azt mondom inkább 2%-os kritikus esély fölött érdemes egy fegyvert critical multiplier-re
is gondolni, és egy 30-20%-os státusz chance fölött érdemes egy fegyvert státuszra is buildelni. És a Somoprime egy nagyon kényelmes fegyver, és nagyon jó ki lehet őket buildelni, tehát én valahogy így csinálnám, tehát ha általános szebzsésekre mennék. Tegyük fel, hogy most el akarok menni egy órás Survivor meccsre, és tudom, hogy egy idő után nagyon szeretnék számítani erre a Sumo Prime-ra. Szóval belemegy a Celebration, természetesen belemegy a Caliber, belemegy a Split Chamber, ezt a Heavy Caliber modot a Vault Runokon tudjátok megszerezni. Elmentek a Orokinder Relic Survivor-ra, megkeresitek a széfeket, kinyitjátok, és ott mentek a sárkánykulcsokkal a Dragon Kick-kel. Na most, és tudom, hogy magas a kritikus chance-e, úgyhogy biztosan belemegy nálam egy Point Strike, mindenképpen belemegy egy Vital Sense, mert hogy magas a critical multiplier-e is, és onnantól kezdve most már egy elementál sebzésre fogok építeni. Rhyme Rounds, High Voltage, nem, Rhyme Rounds, nem. Hol vagy? Tessék, kihoztam egy Viral Damage-et. Azért hoztam ki a Viral Damage-et, mert hogy egy idő után gyakorlatilag egy idő után, amikor már 40 perc fölött leszek, szeretnék nagyon számítani arra a bizonyos viral damage-re gyakorlatilag, és amikor igazán hatékony. Szóval ez egy olyan tervezés, amire azt mondom, hogy inkább 40 perc fölött jó a bolyban. De hogyha általános dolgokra szeretném kihúzni a sebzést, amit mondtam, hogy talán az egyik legmegfelelőbb damage fajta a általánosra a Warframe-ba, akkor jöhet a corrosive damage, jöhet egy kis heat damage, és már is van egy egész jó összerakott fegyverem. Szóval ez lenne a Soma Prime esetében, és amit látjátok, a státusz esély is az e fajta kártyák miatt, mint a Malignant Force, High Voltage és Termite Rates megnövekedett, szóval 50%-kal. Azt jelenti, hogy minden második golyó sebzést fog, tehát elementál és slash vagy puncture damage-et fog okozni annak az adott ellenfélnek, és maradandó sérülést okoz benne, és erre majd tudom 50% az esély. Szóval minden másik golyó ezt megteszi, minden golyója kritikus sebzéssel lesz, és minden golyója föl fog szorzódni 6,6-szorosra. Szóval nagyon durván lehet a Soma Prime-mal játszadozni. Ez nekem az alapbildem, amit szoktam használni, egy corrosive és egy hit damage, alapvetően egy kicsit más az adatai, de nagyon elégedett vagyok ezzel a bilddel, és nagyon hosszú ideig ki lehet bírni. Nézzünk egy másik fajta fegyvert, csak így, itt a Tonkor. A Tonkor az tökéletes fegyver. Néha a Tonkorral kapcsolatban hallgatni kell a plejkákra is. Tehát annak, amikor megjelent a Tonkor, volt belőle alapvetően egy blast damage, elég magas blast damage volt, és én hozzáraktam egy viral damage-t egyszerűen azért, mert azt olvastam a neten, fórumokon, mindenhol azt írtak, hogy a viral damage igazán hatékony a Tonkorral, és persze, hogy hatékony, amikor magas szintű ellenfeleket kell kivégezni, és amikor magas szintű bombereket kell kivégezni, a viral damage fantasztikusan jön, és a blast damage is fantasztikusan jön, mert kiüti őket a lábukról, ha nem is öli meg. Szóval, a Tonkornak hatalmas már a critical chance lehet belerakni. Természetesen belerakjuk az alap erőmodokat, mint a Serration és a Split Chamber, de mivel nagyon rossz az accuracy, akkor a Tonkornak ebben az esetben a Heavy Caliber kimarad. És hozzáraktunk még természetesen, hogy elérjük egy Viral Damage-et, ugye Malignant Force, Cryo Rounds, Point Strike a kritikus chance miatt, és mivel nagyon eszi az ammót, így én Rifle Ammo Mutation, és mivel szeretnék egy magas kritikus szorzót, és ezért még 120%-os critical damage-et, ne akarjátok tudni, hogy milyen számokat látok néha a képernyőn, amit képes lehet a Tonkorral elérni. Ez a szám itt lehet nem tűnik magasnak, de hatalmas critical multiplier-eket lehet kapni ezzel a fegyverrel, és már benne van 4 forma. Tehát az a másiknak, hogy itt kezdődik 4 forma, és ezek a modok, és ettől tudtam elérni azt, amit a Tonkor igazán ki tud magából hozni. Tehát például ezt lehet róla elmondani a Tonkornak. Van a Tonkor egy másik konfigom is, ami gáz és electricity-re van alapozva, hogyha netán korpusz ellen mennék, úgyhogy mindenre gyakorlatilag ki van egész jól
találva ez a játék. Itt egy blast damage, egy electricity damage, gáz és blast damage megint csak. Electricity és még puncture, tehát háromfajta elementál sebzés például én csak a korpusz ellen. Aztán itt van ugye a tipikus voidos és greener buildem, és el van intézve a tankor. Kardok esetében, hogy gyorsan rámenjünk, másodlagos fegyvereknél is ugyanígy létezik a dolog, ugye Hornet Strike egy alap mód, Barrel Diffusion egy alap mód, akinek megvan a Little Torrent, azt mondom, attól függ, hogy melyik fegyver, az is egy alap mód. Tudom, hogy a Q-Star-ba furán mutat a Little Torrent, de a 60%-os múlt is atya miatt szerettem volna belerakni, ezért is raktam bele. Tehát megint csak mondom, fegyvermodolás, így viszonylag a személyes dolog gyakorlatilag. Ezért, és amint látjátok, a kritikus esélye a Q-Star-nak nem túl nagy, ezért nem is nagyon foglalkoztam vele. Van neki egy kétszeres sorzója, de 5%-os kritikus esélyre nem érdemes húzni 2%-os sorzót. Inkább kihúztuk egy kicsi státuszra, legyen 50%-os státusz, biztos bemenjen az a sebzés, és egy blast damage, nyers blast damage-et csináltam neki, mert hogy miért nem, mert hogy igazából annyit úgy használom a másik fegyvert, és pont jól jön, amikor szorult helyzetben vagyok, rettenetesen jó és erős fegyver egyébként. Szóval, és gyakorlatilag itt éppen ezek lennének, azt mondanám, hogy az egyik alapmódok, amiket érdemes belerakni. Kardok, most éppen az Ateraxra szórakozok, mert már nagyon unatkozom. Válasszunk valami nagyon egyszerű kardot, ami Nikoni, az éppen egy új, és minden bizonyal mindennyian megszereztétek már mostanra, és kipróbáltátok. Ó, na ebben van egy Prime módom, na nem baj, beszélgessünk arról is egy kicsit. Nikoni az egyik új fegyver természetesen, és jó, helyes, van itt egy üres mondom, és alapvetően ugye ilyen adatai vannak, channeling damage, critical chance csak 10%, critical multiplier 2%, és van neki egy alapvetően electricity fajta damage, úgyhogy így nézni vakarja az ember a fejét, hogy mi a jó Isten csináljon vele. És látod, hogy hát jó, van elektromos, az azt jelenti, hogy párfajta damage-et ki lehet belőle hozni, párfajta elemental damage-et, és az jó, mert nem kell belerakni ilyeneket, mint Jack Dedge, ami slash damage-et ad, mert nincs rá szüksége. Viszont akkor ugye mit is csináljunk? Hogyha ilyen esetben, ahol a fegyvernek úgy érzed, hogy minden adata egy kicsit ilyen furcsás és nem túl jó, akkor érdemes megint csak ugye a legmagasabbra tenni, vagy megcsinálni azt a bizonyos is. Ugye itt a status sense volt alapvetően a legmagasabb 35, ezért kiúztam a státus sensort, tehát mindig be fog találni az elemi sebzés, mindig elérem a célt azzal az elemi sebzéssel, és 10%-os kritikus esély, az még mindig egész jó, hogyha a fegyver sebességét mérjük. És a fegyvernek bizonyán van sebessége, mert Fury-t használjuk, ez azt jelenti, hogyha Fury-t használod, ugye gyorsabban üt a fegyver, mivel hogy gyorsabban üt, magasabb esélye van arra, hogy beüt a kritikus, még akkor is a 10% esély van rá. Ha egyszer beüt a kritikus, az felszorzódik kettővel, és természetesen már is kaptál egy magas számot, és itt vannak a magas adatai ennek a fegyvernek, a volletekben, spinnetek, lépetek, szóval mindig pörögve érdemes vele bunyózni, és én radiation damage-et választottam, ami a magasabb szintű, erősebb ellenfelekre jobb sebzés fog jobb sebzést fog adni. Life Strike, beszélgessünk néhány modról ebben a kardoknál, mert a kardoknál van például egy-két mód, ami nagyon jó használható a Warframe-eknél található módoknál. Az egyik például a Life Strike nevezetű mód, ami azt csinálja, hogy ellopja, ha megsebzed az ellenfelét, ellopja bizonyos százalékot az életéből, és feltölti a tiédnél. Ez például majdnem elengedhetetlen szinte minden kardnál. Van olyan kard, amire nem érdemes berakni, mert fölösleges, de van egy-két kard, amire úgy érzem, hogy teljes mértékben ott a helye, főleg, hogy ilyen hosszabb Survivor Mission-ökre mész. Na most aztán nézzük valami másik kardot. Itt az egyik személyes kedvenc, Skindo Prime, talán az egyik legerősebb mili fegyver, a Skindo és társai. Őnála magas a kritikus esély, de mivel hogy 20% úgy döntöttem meghagyom, elegendő az, hogyha minden második vagy harmadik ütés kritikus üt, mert mindenképp fog ütni a kritikus felszorzolni kettővel, és ezért helyette inkább kiépítettem ahelyett, hogy elvegyem a sebzések elől, elvegyem a helyet egy kritikus
chance kártyával, ezért inkább képítettem egy Radiation Viral kombinációra, így mind a kettő sebzést ki tudtam hozni. Van egy magas slash sebzése is, és a legfontosabb a Berserker mód, ahogy a kritikust üt a fegyver, a Berserker mód bekapcsol és gyorsabban fog kardozni. A Lifestrike feltölti az életet, Berserkerrel gyorsabban kardozok, Furyval alapból gyorsabban kardozok, habár a Furyt kivehetném és betehetnék egy másik fajta, mondjuk Jagged Edge-et, és akkor magasabb slash damage-et tudnék elérni, szerintem meg is tartom, kipróbáljuk, hogy milyen. És gyakorlatilag a Skindo Prime ebből a szempontból egy legyőzhetetlen vadállat, azt kell, hogy mondjam. Na most, nagyjából ennyi lett volna a fegyvermodolások, nem tudom, ezt meg kipróbálom, ezt a Jagged Edge-et, mert mindig elfelejtem, hogy van nekem ez a mód, annyi mód van egy idő után, hogy az ember elfelejti, hogy érdemes részben tartani, hogy milyen módjai vannak az embernek. Ennyi lett volna nagyjából a fegyvermodolás. Köszönöm a figyelmet. Hamarosan fognak jönni ilyen újabb fajta Warframe modolások is, addig meg kis türelmet kérek, amire megcsinálom az összes Warframe-et, mert csak egy ilyen gyors modolás lesz, ami ott én is fejlődtem a játékot, többet tudtam meg a modolásokról, újfajta kombinációkat próbáltam ki, így aztán azokat majd nyilvánosság elé tárom, addig megköszönöm a figyelmet, sziasztok!